Köszöntöm a kedves nézőket! Ha emlékeznek, és én úgy gondolom, hogy emlékeznek rá, mert emlékezetes videó volt, tavaly decemberben készítettünk egy videót a volt futárok helyzetéről, illetve azt mutattuk be, hogy hogyan cserélik le a magyar dolgozókat ázsiai vendégmunkásokra a Voltnál is, egyébként a Foodoránál is, és az is kiderült most már, hogy ez nem csak a fővárost érinti, hanem Debrecenben is jártunk, ott is egyre több ázsiai vendégmunkást, sőt afrikai vendégmunkást is láttunk, és ebben a decemberi videóban nyilatkozott nekünk Maier Gábor, aki akkor még a Voltnál dolgozott, és miután ez a videó kikerült a világhálóra, azt az információt kaptuk, hogy tulajdonképpen a Volt egyfajta kicsinyes bosszút állt rajta azért, mert tényszerűen elmondta, hogy mi a helyzet a Voltnál, és ha jól tudom, akkor letiltották arról az applikációról, ahol a rendeléseket, tehát kvázi a munkát tudja felvenni. Gábor azóta már nem dolgozik a Voltnál, és megkeresett engem, hogy szeretné azért ezt a történetet úgymond kibontani és részletesebben elmondani, hogy végül is mi történik a Voltnál, hová vezet ez a folyamat, úgyhogy ezt a témát fogjuk most itt alaposan körüljárni, úgyhogy szervusz Gábor, üdvözöllek! Szervusz, kedves nézőket én is! És akkor vágjunk is a közepébe, amiről beszéltél néhány percben decemberben, azt most akkor fejtsd ki jobban, hogy mi folyik a Voltnál. Igazából az fontos tudni, hogy honnan indult maga a történet. Igen. Ez abból indult ki, hogy relatív jól lehetett keresni, főleg a Covid időszaka alatt, akkor nagyon. És ugye akkoriban még a kicsi éttermeknek is ugye voltak saját úgymond ilyen házi futárai egy-egy ember. És utána mind a két cég olyan szinten beleerősödött, meg tudtak ugye olyan kedvezményeket nyújtani a vásárlók felé, hogy a kicsi magánembereket gyakorlatilag megfojtották, a kicsi éttermeket. Ugye erről kapcsolatban például Torockai László is csinált egy videót egy 3 évvel ezelőtt, és amit mondott, az igazából pont be is igazolódott teljes mértékig. Igen, tehát ami ugye a Covid alatt is volt, hogy végül is betterelték ezekre a platformokra az embereket, és nyilván ennek díja van egy étterem szemszögéből nézve is, hogy ezeken föl tudjon lenni, csak hát ha nincs fönt, akkor meg nem él meg. Hát akkor gyakorlatilag az emberek számára gyakorlatilag halottnak számít. Tehát ugye most már kényelmesebbek az emberek, meg ők tudnak olyan kedvezményeket adni ugye a bevételek miatt, ami vonzó tud lenni az emberek számára. Igen, tehát akkor ugye induljuk onnan, hogy néhány évvel ezelőtt azért még az a kép élt az emberekben, hogy például egy volt futár, vagy ugye általában egy ételfutár itt Budapesten, ha akar, persze sok munkával, de egész jó pénzeket tud keresni. Hát nagyon jót. Tehát nagyon jót, akkor te ezt nyilván tudod, mert ott dolgoztál. Négy évet húztam le folyamatban. Mi volt az első baljós jel, amikor arra gondolhattatok, hogy ez a jövőben nem biztos, hogy így lesz? Hát, amikor kivezették a katát, akkor kaptunk egyfajta kompenzációt, ami segített ezt a dolgot átvészelni. Nem fizették ki az egészet, de elég sokat. Tehát amikor a 60-70%-át a megnövekedett különbözetnek, és onnan kezdték el szép lassan leépíteni a dolgokat. És akkor, amikor ez a kompenzáció bevezetésre került, tehát ahogy mondott, 60-70%-át azért fedezték a korábbiaknak, akkor már elindult azért valamiféle elvándorlás innen, vagy még az úgy ott tartott a régebbi munkavállalókat? Hát én úgy vettem észre, legalábbis ismerőségen keresztül, hogy aki nem akarta ezt bevállalni, meg nem kezdett bele, az elment 1-2 hónapra máshova, és utána gyakorlatilag a nagy rész az visszatért. Tehát nem volt annyira rossz a helyzet, ezért sokan vállaltuk még tovább. Én is úgy voltam vele, kipróbálom, megnézem, hogy hol vezet az út, és nem lett annyira rossz. De akkor ezek szerint ugye szavaidból kitűnik ez a kompenzáció, ez most már semennyire sincs? Nem lehet elérni igazából. Az mit jelent pontosan, hogy nem lehet elérni? Igazából azt akarja, hogy amikor megjelentek ezek a vendégmunkások, tehát először kevesebb, utána meg egyre több, most már csak ő van. Az igaz, az applikáció az nagy részt nekik adja a feladatot, mert ugye sokkal olcsóban meg tudják csinálni. Aha, tehát ez egy ilyen irányított folyamat akkor, hogy az applikáció, csak hogy próbáljuk úgy megfogalmazni, hogy így a laikus is értse, hogy pontosan mi ez az applikáció, tehát én sem tudom, ugye nem dolgoztam a Voltnál. Tehát van egy ilyen applikáció, és akkor arra te bejelentkezel, és az alapján tudod kiválogatni a címeket? Igen, az a kiindulási platform. Tehát ott látja igazából az ember mindent, hogy mennyit kaphat ezért a feladatért. Ugye volt az egy olyan szempontból kényelmes, hogy bármikor be lehet jelentkezni, bármeddig lehet maradni, tehát nincsen megkötés, nincsen időkapu. És akkor a vendégmunkások számára? Hát én úgy tudom, hogy ők ilyen flotta részben vannak, ami azt jelenti, hogy nekem is felkínálták ezt a lehetőséget, egyszer-kétszer is.
Hát elég kevés pénzért, és teljes megkötések vannak. Tehát, hogy fix időkapu, Budapesten belül már láttam én is erről képeket, hogy több zóna van, ő csak abban a területen helyezkedhet el, csak ott teljesített kiszállításokat. És igazából én úgy tudom, meg nekem is, hogy azt mondták, hogy itt egy 4 órás bejelentéssel működik a dolog. Tehát, hogy ezzel ugye úgymond ki lehet váltani az adózást. Uh-huh. Akkor ez egy teljesen tudatos stratégia volt a Volt részéről, hogy egy idő után csak vendégmunkások legyenek. Nem csak a vendégmunkás, hanem tavaly júniusban küldtek egy levelet, hogy akkor innentől kezdve lesz egy egyoldalú bérmódosítás, amiben azt írták le, hogy ez néhány embernek rosszabb lesz, néhány embernek jobb. Én nem tudok olyan embert, akinek ez jobb lett. És akkor ilyenkor viszont már elindult a nagymértékű elvándorlás innen a régebbiek közül. Természetes. Tehát. Meg ugye először ugye úgy nézett ki például Budán is, hogy nem lehetett kerékpárral dolgozni, mert hogy az hegyes és nehéz környék. Akkor utána magyarokkal kipróbáltatták, hogy megbírják csinálni, és akkor hirtelen megjelentek ezek a flották, akik meg hát onnantól ugye kitapasztaltatták a magyar munkáról, hogy ezt meg lehet csinálni, és akkor ők meg átvették gyakorlatilag a terepet. És nekem is van néhány kerékpáros ismerősöm, akik ugye mondták, hogy előtte folyamatosan ugye megvolt a darabszám, utána le tudtak hozni úgy egy ebédődöt, hogy óránként volt mondjuk egy címük. És egy vendégmunkás azért átlagban mennyivel keres kevesebbet, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtte? Hát én nem tudom, én nem látok rá, én csak azt tudom, hogy utána nekem az applikáció milyen összegeket jelölt ki, és ez a 50-60, van vagy 70%-kal kevesebb volt mondjuk egy címért felkínált jövedelem, mint amennyi előtte volt. Én nem tudom, hogy ők ezt ugyanezt kapják-e, vagy nekik van egy fix megállapodásuk, tehát ugye ezek a szerződések, ezek nagy részt titkosak. Viszont a szállás az biztosítva van számukra, nem? Hát amit látok, meg amit láttunk, az alapján igen, meg hát valahol lakniuk kell. Igen, tehát azért azt hallani, hogy az nem kerül annyiba, mint mondjuk egy magyar munkavállalónak, tehát ilyen téren azért valamennyire kompenzálva vannak, tehát nem egészen az a helyzet, hogy kizárólag az az oka, hogy olcsóbb, tehát kevesebbe kerülnek, tehát azért a Volton túltekintve is el lehet mondani, azt hiszem valamelyik nagyvállalat vezetője mondta, hogy azért jók a vendégmunkások, mármint számukra, idézni fogom, mert ezek nem pofáznak vissza, nincsen gyerek, elvállalják a túlórát, tehát nyilvánvaló azért, hogy erre fut ki itt a Voltnál is, de ezt hogyan viselték a régebbi kollégák, akár te, akár mások, próbáltátok ezt szóvá tenni, hogy ennek nem lesz jó vége? Vagy bármiféle fórum volt, ahol ezeket föl lehetett volna vetni, vagy egyszerűen csak érzékeltétek, hogy egyre jobban szűkülnek a lehetőségeitek, és kész? Nem, nincs fórum. Tehát a fórum nincs, ahol lehet velük igazából kommunikálni. Tehát az ember leírhatja applikációba a véleményét, mondjuk nagyjából, amit lesöpörnek, tehát ez pontosan nem számít. Sem. Hogyha kicsit durvában írja be az ember a véleményét, amit megcsináltak pár, azt azonnal letiltják. Én is írtam e-mailt kérdéseket, akkor tehát ami ezzel kapcsolatos volt kérdés, azt mindig hirtelen, úgy, tehát mintha le se írtam volna. És fölvetődött egyébként a Kata megszüntetése után, én tudom, hogy fölvetődött, csak nyilván te jobban beleláttál, hogy legyen valamiféle szakszervezete az ételfutároknak? Hát csak a futártüntetésből tudok kiindulni, amin részt vettem én is egy-két alkalommal, de úgy láttam, hogy hát egyrészt nem a mi érdekeinket képviselték, másrészt meg egy kicsit ilyen politikai jellegű volt. Nyilván, tehát, hogy balliberális pártok rátelepettek, kisajátították, ez nem jó irány soha. Igen, tehát nem éreztem azt, hogy ez rólunk szólna ez a történet. Meg a végére meg olyan lett, mint egy fesztivál, tehát egy buli hangulat, hogy emberek kimentek oda, és akkor ott kiabáltak. Tehát mondom, ebből nem lesz megoldás. És amit én tudok, hogy néhány ember próbálkozott ezzel, hogy valamit, de hát ugye belülről megfogtottak abban a pillanatban. Nincsen jelen pillanatban hát, akkor. Hát most meg mondjuk nehéz is lenne, mivel a futároknak szerintem legalább a fele, ha nem több, már ugye külföldi, ők meg nem nagyon fognak problémázni, amiatt, hogy rosszak a körülmények, mert nekik az otthoni joghoz képest az teljesen jó. Igen, tehát akkor teljesen elvették a lehetőségét annak, hogy itt valami kibontakozzon. Hát meg ugye ők szomorú. Mondjuk egyen kerékpárra járnak, amit amennyire én hallottam, ez bérlik nekik valahonnan, vagy ők kapják. Ugye mi saját motor, saját kerékpár, saját gépjármű. Ugye közben azért lett egy elég erős infláció. Tehát ugyanannál a bérnél mondjuk a harmadából kihozni úgy, hogy mindenre sokkal többet kell az embernek költeni, és akkor még nem beszéltünk a mindennapi szükségletekről, például család mi egymás. Azt szerintem gyakorlatilag innentől kezdve lehetetlen a dolog. Igen. És ugyanez a helyzet a foodoránál is, vagy arra mennyire van rálátásod? Hát annyira, hogy én még helyenként egyszer-egyszer. Tehát én nekem most már van szerencsére főállásom, egy kedves családi cégnél ugye elhelyezkedtem, mert úgy az én problémám az megoldódott. Egyszer-kétszer még kimentem ilyen úgymond másodállás jellegűvel, de nem volt, tehát anyagilag sem érte már meg. Ott azért én kevesebb külföldit látok, meg találkoztam velük.
néhány volt ismerős megcsinálja, úgy, ahogy ők is ilyen másodállásban, tehát ilyen bérkiegészítésnek még helyenként azt lehet mondani, hogy elmegy, de hát ott se olyanok a körülmények, mint amik régen voltak. Például régen az is egy teljesen vállalható hely volt, és azért meg lehetett keresni. Ha volt, az erősebb volt, de ez tehát ott is meg lehetett élni belőle kényelmesen. És neked így összességében erről a témáról, akár a volt, akár itt tágabb kontextusban, mi a személyes véleményed, hogy hová vezethet ez, hogy gyakorlatilag most már azért ez egy stratégia, hogy olcsó vendégmunkásokat vesznek föl magyarok helyére, vagy szorítják ki a magyarokat. Hogyan lehetne ez? Ti belülről hogy láttátok, vagy nem tudom, volt-e erről szó egyáltalán, vagy akár ismerőseiddel, ha beszélgetsz, hogyan lehetne ezt másik irányba fordítani? Mik maguknak a dolgozóknak az igényei, vagy elvárásai? Hát inkább ismerősökkel, mert ugye akik ezt a szakmát csináltuk, azok hát néhány hónapig azért küzdöttünk, meg próbálkoztuk, meg volt az emberben, van az a hit, hogy jaj, majd csak jobb lesz, nem lesz jobb, tehát csak rosszabb lesz igazából a helyzet, mert hát én minél több embert vesznek fel, annál kevesebb feladat marad. Én azt látom, hogy legalábbis az én személyes véleményem, hogy szerintem azt a feladatot, amit ők megcsinálnának, lenne Magyarországon is olyan réteg, meg például olyan helyek, ahol kicsit kevesebb munka lenne, ha megkapnák ugyanezeket a körülményeket. Én azt gondolom, hogy ők más városban ugyanúgy ellátnák ugyanazt a munkát. Lehet, hogy hasonló minőségben, vagy talán még jobban is. Tehát én szerintem ez a dolog, ez nem vezet jóra. Hát nyilván, ahogy szerintem máshol is, más területen is, itt is ugye az a rákfenéje az egész dolognak, hogy ugye nincs egy közössége, egy érdekképviselete a futároknak. Úgyhogy mi az ÁNK mozgalom szerintem abban látja a fő feladatát itt is, hogy próbáljunk elősegíteni egy olyan szakszervezeti mozgalmat feléleszteni, vagy egyáltalán összeterelni ezeket az embereket, akik még meglévő magyar futárok, akár a Voltnál, akár máshol, és ebben segíteni nekik, mert így, hogy nincsen gyakorlatilag érdekképviseletük, gyakorlatilag a te szavaidból is az derül ki, hogy a jövőben még inkább kiszolgáltatottá válnak, tehát azt csinálnak velük, amit akarnak, úgyhogy talán az lehetne a végszó, és gondolom ebben egyetértesz, hogy innen erről a helyről is, ebben a videóban is, akik ezt nézik, és még volt futárok, és úgy látják, hogy össze lehetne hozni valamiféle közösséget, szakszervezetet, nyugodtan keressenek meg minket. Ígérni természetesen biztosan nem tudok én se semmit, azt igen, hogy ami tőlünk telik, azt megtesszük annak érdekében, hogy ki tudjunk alakítani egy érdekvédelmi tömböt a futárok számára, de azt is el kell mondani, hogy ez egy hosszadalmas és küzdelmekkel teli út, tehát sajnos én is ezt tapasztalom, hogy nagyon sokak csalódnak, hogyha egyik napról a másikra nem sikerül változást elérni, akár az ő munkaterületén vagy máshol, és ez a fajta depresszív apátia, ami leginkább jellemezi a magyarországi munkavállalói társadalmat. Én erre azt tudom mondani, hogy viszont, hogyha mi nem fogunk össze, akkor másképpen ez nem fog menni, és egyik napról a másikra csoda az nem várható, viszont kitartó munkával, lépésről lépésre igenis lehetnek eredmények, ahogy egyébként ugye te is mondtad, hogy nem egyik napról a másikra vált ilyen rossz a helyzet a Voltnál, hanem lépésről lépésre mindig egy kicsit és egy kicsit lett rosszabb, tehát hogy így kellene visszavennünk nekünk magyaroknak ezt a területet, úgyhogy gondolom ezzel egyetértesz, hogy ennek a videónak ez kellene, hogy legyen a végkicsengése, hogy azért nem szabad feladni, és hogyha vannak ilyen kezdeményezéseket, akkor ezeket össze kell fogni, és megpróbálni kialakítani akár egy szakszervezetet is legvégül a Volt és a Foodora, és általában az ételfutárok számára. Én is így gondolom, csak azt, hogy ezt nagyon nehéz megvalósítani. Hát nyilván ugye erről beszéltem én is, igen, hogy csak más lehetőséget viszont nem látok. Vagy ez van, hogy megpróbálunk valamit, és akkor vagy sikerül, vagy nem. Ha meg nem próbáljuk meg, akkor biztos nem sikerül. Az pedig nem lehet állapot, hogy Magyarországon a magyar dolgozók hátrányos megkülönböztetésben részesülnek, de én ezt így gondolom határozottan. Én is, meg azokat a videókat is, amit ti is csináltak, abból kiindulva, és sajnos ez már nem csak az ételfutás szakmára persze, jellemző, hanem persze. Ez már egy országos probléma. Igen, igen. Úgyhogy akkor köszönöm neked, Gábor, hogy elmondtad ezeket. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szerintem tanulságos volt. Esetleg még azok számára is, akik olyan helyen dolgoznak, ahol esetleg még nem ilyen rossz a helyzet, hogy mennyire gyorsan tud változni, és még egyszer mondom, szerintem mondhatjuk ketten közösen, hogyha
nem lesz egy közösségi alapú összefogás, tehát egy dolgozó közötti szolidaritás. Például ugye ez is egy óriási problémája a magyar társadalomnak, hogy nem szolidáris egymással. Tehát például a volt futárokkal lehet, hogy azért nem volt szolidáris egy más munkaterületen dolgozó, mert hogy az nem az ő területe, nem az ő problémája. Lélektanilag persze ez is megértem, mert ezernyi baja van, de akkor is azt kell látni, hogy egy széleskörű összefogás nélkül ez nem fog menni, mert se a kormány, se a globális nagyvállalatok abban nem érdekeltek, hogy nekünk magyar dolgozóknak jobb legyen, úgyhogy legyen szerintem ez a végszó.